Hát az ön kormányzásához mondjuk kormányozni kellene. Az ön uralkodása alatt már 700 ezer magyar hagyta el a hazáját. És ön még most is, még ebben a helyzetben is semmi másra nem tud gondolni, mint a saját hatalmának megtartására. A mérhetetlen hatalom imádatába mi mindent képes még feláldozni? Feláldozta az oktatást, az egészségügyet, elűzte a magyarokat, a cimborái zsákszámra hordják haza a közpénzt. Hát mi ez, ha nem hazárulás? Mindeközben ön kétes hírű diktátorok kezét szorongatja. Idegesen ficereg egy karosszéken, ráadásul Putyin cimborájának hitt, hát nem is tudom, harcostársa hozatja nyilvánosságra ezeket a felvételeket. Gondolt már arra, hogy ne diktátorok, nem milliárdos elit, hanem a magyarok érdekeit képviselje. A mai napon mutatjuk be a szociáldemokrata programunk munkaügyi fejezetét. Ha gondolja és érdekli a téma, szorítunk önnek egy helyet Budakeszin, mert ott megtudhatja, hogy milyen az a kormány, ami magyar, európai és szociáldemokrata. Köszönöm.